javaslom, folytassuk munkánkat, és aki később tud csatlakozni hozzánk, majd együtt folytatjuk. Soron következik elfogadott napirendjénk sorában 3J előterjesztésünk, amely helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szól. Előadója Kesső László jegyző úr. Jegyző úr, kívánsz a kiegészítést tenni a leírtakhoz? Köszönöm szépen, nem kívánok. Köszönöm szépen. Aki megkaphatja, bizottság nem tárgyalta. Minden információ leírásra került. Van-e valakinek kérdése? Egészségére? Valakinek? Kívánja valaki véleményezni a leírtakat? Szavazási helyzetben vagyunk, mivel nem látok véleményezni szándékot. Kérem, szavazzanak a megfelelő gomb lenyomásával most. Szavazás eredménye 6 igen, 3 tartózkodás, illetve 90 vagy 8 teremben egy fő természetesen nem szavazott. Jegyzőrrel konzultálunk, mivel minőségi többséget igényel ez a döntés, mivel 6 igen volt, minőségi többséghez 7 igen szavazat kellett volna. Köszönjük, képviselő úr, megérkezett. Az előterjesztés határt javaslat nem kapott többségi támogatást. Megadom a szót jegyző úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. A helyi választási bizottság tagja megválasztása nem kapott minősített többséget, november 30-áig kell megválasztani a tagokat, mivel erre már meglátásom szerint nincs lehetőség, ezért ilyenkor az a jogszabály rendelkezés, hogy a helyi választási vezetője a területi választási bizottsághoz fordul, és a területi választási bizottság a kezdeményezésem alapján jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel fogja megbízni a tagokat, tehát az általam megjelölt nevek vélhetően helyi választási bizottsági tagok lesznek. A megválasztásokat követően, amint a területi választási bizottság ebben döntéshoz, úgy a esküdtet teszik a város polgármester előtt, és megkezdhetik a törvényes működésüket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Soron következik 3M-mel jelölt napirendi pontunk. Előterjesztés Püspökölány város településrendezési eszközeinek, ezen belül a helyi építési szabályzatnak 2023. évi második részbeni módosítása kapcsolatos véleményezési szakasz lezárásáról. A tartalom eléggé szakmai, jogszabályi hivatkozások sora található benne, de természetesen nyomon követhető, határt javaslattal zárul, és azt nézem, hogy a Városfejlesztési Közvetőmezőség Bizottság tárgyalta. Elnök úr távol létében Matkoli dr. Antos Bernadett képviselőt kérem, ismertesse a bizottság álláspontját. Köszönöm. A bizottságunk az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja. Igen, tehát a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Kérem, itassuk meg, illetve hozzuk meg becsülés szerinti döntést. Kíván valaki kérdezni? Nem látok kezdeményezést. Kívánja valaki véleményezni a leírtakat? Nem látok ilyet. A határt javaslatban foglalt tartalmat teszem szavazásra most. Kérem, szavazzanak! Tíz igen, nem és tartózkodás nélkül egyhangú döntés született. Köszönöm. Soron következik
3N-ként most felvett napirendi pontunk, előterjesztés közszolgálati szerződés módosításáról. Az előterjesztés tartalmazza azt a javaslatot, amely a közszolgálati szerződés módosítása kapcsán napirenden van. Utazásért fizetni a díjak és egyéb díjak módosításával kapcsolatosan egy 10-12% között, ha jól számolom, díjmódosítás van napirenden. Keresem, hogy melyik bizottság tárgyalta, pénzügyi bizottság tárgyalta, de most kaptuk meg reggel pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztés tartalmát, kérem elnök urat ismertesse álláspontjukat. Köszönöm szépen a szót, felhallást, a bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Jó, tehát a pénzügyi bizottság tárgyalta, átengedette a mögöttes pénzügyi egyéb tartalmakat, és támogatásra biztosította a leírtakat. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, kívánnak-e kérdezni a előterjesztés tartalma kapcsán? Nem látok ilyen szándékot. Kívánják-e véleményezni a leírtakat? Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazás helyzetben vagyunk. A határozat javaslat tartalmazza azt a tervezetet, amely 2024. január 1-től módosítja utazási fizetendő díjak és egyéb díjak mértékét. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak erről. Kilenc igen és egy tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta a módosított, körülbelül mint a százalékos mértékben emelt díjszabást. Soron következik 3O-val jelölt előterjesztés a közösségi közlekedéssel kapcsolatos veszteség ellentételezéséről szóló előterjesztés megtárgyalására. Az előterjesztéshez kapcsolódóan van egy a szerződés partner által benyújtott dokumentum, amely alátámasztásra szól az előterjesztés tartalmához. Pénzügyi és ügyeleti bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem elnököt ismertesse álláspontjukat. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A bizottságunk tárgyalta az anyagot, de tartózkodott az állásfoglalásban. Tekintettel arra vonatkozóan, hogy ez a kérdéskör egy fél éve húzott, fél éve tudunk ennek a létezéséről, és az elmúlt fél évben sem a gazdasági oldal, sem jegyző úr, sem az ügyvédünk nem találta azt az exakt jogszabályi környezetet, amiben ezt meg tudjuk feleltetni, hogy az megfelel a jelenleg közbeszerzéssel elnyert közszolgáltatási szerződés pontjainak, hogy milyen jogcímben, vagy illetve jogos-e ennek a megítélése. A bizottság azon az állásponton volt, hogy mi sem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt eldöntsük. Tehát mi ezt nem tudtuk eldönteni, hogy ennek a jogszerűsége fennáll-e vagy sem. Hogy bármelyik pont, amit felsorolt a levelében a vállalkozó, az megfelel a jogszabályi, illetve a szerződéses környezetnek. És tekintettel arra vonatkozóan, hogy ki volt pontozva a határozati javaslat, a bizottságnak kellett volna állást foglalni, ez nem lett volna szerintem helyén való, hogy ebben mi foglaljunk állást. Tehát azt gondolom, hogy így ebben a formában nem volt elfogadható, ezért tartozkodni. Köszönöm szépen. Azért
választhatni ezt a megoldást, mert valójában ugyan, hogy régi dilemma már ez, hogy hogyan tudunk a korábbi dokumentumoknak és azok tartalmának megfelelni, és igyekszünk mindig a jogszerűség talaján maradni. A vállalkozó benyújtotta azt a indoklását, melyben a veszteségeit sorolja, és ezek valójában mérlegelendő tartalmak, csak a pénzügybizottság sem tudott abban állást foglalni, mint hogy én magam sem tudtam egyértelmű megállapítást tenni, hogy mely tartalmak azok, amelyek illeszhetők a korábbi szerződés teljes tartalmával vagy szellemiségével. Vártam, hogy a szakmai bizottság, ott pénzügyi szakemberek ülnek, hogy ebben állást foglalnak, de végülis jelen voltam a tárgyaláskor, és megértettem az álláspontjukat. Bízom benne, hogy testületünk ezt érdemben meg tudja tárgyalni, és döntést tudunk hozni ebben a kérdéskörben. Meg is adom a szót képviselőtársaimnak, kíván valaki kérdezni. Nem látok kérdezni, Szándék. Ja, bocsánat, elnézést nem látom, de néztem, és akkor nem látom. Gyűlőfelelős képviselő kérdez, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Itt a veszteség alátámasztásában szerepel egy összeg 3,5 millió, 3 millió 543 ezer forint a kötelező felelősségbiztosításról. Az lenne a kérdésem, hogy ez egyetlen egy járműnek a kötelező biztosítása, vagy ez nekem inkább tűnik egy egész flottájának. Nem tudom, hogy ez erre van-e valamilyen információnk. Dr. Bandor Erika, hirdetőszön kérem, hogy reagáljon erre a kérdésre, parancsoljon. Azt nem tudom megmondani, hogy hány járműnek a biztosítása, viszont a közszolgáltatási szerződés tartalmazza, hogy a közszolgáltatással kapcsolatos kiadásokat elkülönítetten kell könyvelnie, tehát hogyha ezzel a szolgáltatással kapcsolatban merült fel, arányosan ideosztotta a vállalkozó, tehát ez az éves felelősségbiztosítás, ami érinti ezt a szolgáltatást, 3,5 millió forint. Köszönöm szépen a kérdést, választ. További kérdést nem látok, hogy szándékoznak megfogalmazni tisztelképviselőtársaim. Kívánja valaki véleményezni a leírtakat. Annál is inkább, mert egyelőre eldöntetlen az a kérdés, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek a veszteség alátámasztásánál figyelembe vehetők, vehetők. Varga Zoltán, elnök úr, véleményez, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságülésen is elhangzott egyértelműen mindenki amellett foglalt állást is korábban, amikor tárgyaltuk a beszámolót, a testület is, a testület tagja is kifejezték, hogy meg vannak elégedve, meg a lakossági visszajelzés is az, hogy a szolgáltatást a szolgáltató megelégedéssel végzi. Ezzel kapcsolatban semmilyen probléma nem merül föl, de ettől függetlenül ez nem lehet alapja annak, hogy egy szerződéses viszonyt megítéljünk, tehát annak mindenképpen meg kell felelni. Egyrészt, hogy a közbeszerzésből felelő kötelezettségeknek, meg magának a szerződésnek is. Tehát én még egyszer mondom, hogy én nem tudom felelősséggel azt mondani, hogy bármelyik pont is megállja a helyét a szerződéses pontoknak. Tehát, hogy bármelyik összeg jogszerűen odaadható-e. Tehát érzelmi alapon mondhatjuk azt, hogy igen, ez valóban ott van meg, de hogy ez nincs alátámasztva, és nem kaptuk meg azt az alátámasztást. Ez azt igazolja, hogy nem csak mi, hanem az előterjesztő sincs 100%-ban biztos abban, vagy nem biztos abban, hogy ezek megállják a helyüket, illetve hogy ezek nem vonnak maguk után egy következő jogi helyzetet, amivel majd szembe kell nézzünk. Tehát én ennek függvényében, mivel itt nincs meg a tisztánlátás, ebben az ügyben tartózkodni fogok.
Győrfi Lajos képviselő úr, véleményes. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Számomra még mindig nem teljesen tiszta, hogy ez most egy flottája vagy egy gépjárműi ez a kötelező felelősségbiztosítás, és azzal a módosító javaslatot szeretnék indítványozni, hogy akkor ezt a kötelező biztosítást ebből az összegből vonjuk le, és így a veszteséget így térítsük a vállalkozó részére. Tehát igen, módosítási javaslatot szeretnék, képviselő úr? Igen, értem. Majd azt kérem, hogy képviselő úr, nem forintosítottak, kérem, hogy ezt a tartalmat, a módosítványt forintosan is jelenítsük meg. 3.543.000 forint, és nyilván azzal is indokolnám, tehát hogy amennyiben a gépjármű, tehát nem végzi ezt a szolgáltatást, de forgalomban van, akkor a kötelező biztosítását így is úgy is fizetni kell a vállalkozónak. Tehát 3.543.000 forint a csökkentett részeg. Azaz a végszám, kérem a segítséget. 6.300.000. Érődöd azt, hogy legyenki, ezt mondja ki. 6.324.000. 6.324.000 forint, a módosítvány ezzel zárul. Köszönöm szépen. Madász Ferenc alkoholmester úr, én nem ezt parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Szerettem volna megismételni elnök úrnak a mondatát, de valóban az a tapasztalat, hogy az ügyfelek megelégedésére szolgál ez a közszolgáltatás, és nyilván megvannak elégedve az emberek, hogy igénybe veszik ezt. És a tegnapi bizottsági ülésen én is jelen voltam, és valóban elhangzott ez a javaslat is, hogy a kötelező felelősség biztosítás összegével csökkentve térítsük meg a veszteségét a vállalkozásnak. Én ezt tudom támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Horváth Ádám bizottsági elnök úr is vélemény, ezt tanulcsolja. Üdvözlői körünkben, bocsánat, az előbb nem jelentettem, amikor megérkezett, hogy 11-en vagyunk most már jelen. Üdvözlöm körünkben. Üdvözlöm nekem is. Köszönöm szépen a szót. Tehát a pénzügyi bizottsági ülésen azért hosszasan beszélgettünk erről. Irodavezető asszony ismertette véleményét, még nem csak irodavezető asszony, de hogy most olyan dolgok is elhangzottak. Olyan irányokból közelítettük meg, amit eddig még én se gondoltam. Éjszaka is gondolkoztam rajta, de én most nem tudok ebben úgy állásfoglalni, hogy meg tudnám mondani, hogy mi az a megfelelő összeg, ami nem is támadható, de jogos és elismerhető az önkormányzat részéről. Én tartózkodni fogok, és azt javasolnám, hogyha van rá lehetőség, 2 hét múlva lesz a közelebb testületi ülés, ha vissza lehetne hozni, tárgyaljuk már újra, és ugyan, tehát tudom, hogy valaki már évek óta foglalkozik ezzel, de tegnap ismertem meg bizonyos véleményeket, bizonyos dolgokat, a közszolgáltatási szerződésnek bizonyos kötelmeit is tegnap világították meg számomra, szóval én ebben most nem tudnék menteni. Köszönöm szépen. Jó, értem, köszönöm szépen. Képviselő véleménye, Kis Zsigmond képviselő véleménye, ez parancsolja. Köszönöm szépen, teljesen egyet tudok érteni elnök úrral, hogy hozzuk vissza 2 hét múlva újra ezt az előterjesztést, és akkor járok jobban körbe, mert azért itt ugyanúgy felvetett a benzinnél is, vagy a gázolajnál is, hogy akkor mi az, amit ide tankolt, oda tankolt. Van erre egy jogszabály, a jogszabály világosan kimondja, hogy mivel kell a vállalkozásnak igazolnia kellőképpen, hogy mi az a költség, ami valóban itt elszámolható, és akkor 2 hét múlva azt a számot adjuk meg, ami valójában jár neki, mert most az sem biztos, hogy akkor a biztosításnak egy része, az alkatrészek egy részét hova használta, tehát amennyiben megfelelő módon tudja ezt igazolni, és ezt alátámasztja a pénzügyi hivatal, az iroda, a pénzügyi iroda megfelelően készíts elő nekik ezt az anyagot, hogy ténylegesen úgy tudjunk dönteni, hogy ebben az esetben is írnik. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen, képviselő véleményét. Varga Zoltán elnök úr is véleménye, ez ismételten parancsolja. Már 2 dolog, tehát visszahozhatjuk decemberbe, de ugye mondtam, egy fél éve nincs ebben exakt állásfoglalás. Hát ha addig születik, de amit akartam volna igazából mondani, hosszú távon ez így nem megoldás, hogy minden évben így görgetjük ezt magunk előtt, ez, tehát hogy egy 2,5 milliós szerződésnél
ilyen mértékű kompenzálásokat kell tenni. Itt valami nagyon, nagyon félrement ennél a pályázatnál, és ez így nem jó a vállalkozónak se, az önkormányzatnak sem, mert akármennyire is megvan elégedve a szolgáltatása, meg látja a problémát, mégsem látjuk azt a jogszabályi hátteret, aminek megfelelően tudnánk úgy dönteni, hogy az ne legyen támadható. És tehát hosszú távon azon a megoldás, ezt a közbeszerzést újra kiírnánk. A vállalkozónak is szerintem, ha újra pályázna, új feltételekkel, meg nekünk is, biztos vagyok benne, hogy többbe kerülne. Ez egyértelmű, hogy mint ilyen szóval, de lehet, hogy hosszú távon sokkal jobban meg tudnánk felelni minden vonatkozó szabályon. Ez csak a jövőre nézve, teszem fel egy javaslatként, hogy ezen el kell gondolkodni. Köszönöm szépen. Vadász alapolgármester úr is vélemény, ez parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Valóban a tegnapi bizottsági ülésen is végre hosszan folytott átvilás ezzel kapcsolatban, és hát nem azt mondom, hogy nem volt meggyőző, de tényleg sok kérdőjel kinyílt a tárgyalás során, és igazat adok azoknak, akik azt mondják, hogy tényleg ezt alaposabban is ki lehetne dolgozni. Éppen ezért csatlakozom ahhoz a javaslathoz, hogy hagyjuk egy esélyt arra, hogy tisztábban látjuk ezeket a pénzügyi vonatkozásokat, és ha két hét múlva ez meg lesz, akkor hozhatnánk rá egy döntést, viszont akkor egy olyan az előterjesztésnek lenne egy olyan határpontja, hogy írjuk ki újra ezt az eljárást, pályáztassuk meg újra. Nem, ma két hét múlva, amennyiben sikerül egy előterjesztést összeállítani, amelyben sikerül egyértelművé tenni, alátámasztani a veszteséget, amiből mi is egyértelműen tudunk dönteni, nem keveredünk ilyen jogi problémába, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tudunk dönteni a két hét múlva következő testet ülésen. Értem, ezt most nem módosítani most, hanem akkor... Hát ez egy javaslat, hogy következő alkalommal kerüljön el. Jó, tehát megerősítette tulajdonképpen ahhoz, hogy térje vissza a napirenddel. Jó. Nem látok további véleményezési szándékot. Valójában kemény dió, igyekszünk mindig mindenben a jogszabályok maximális betartásával és minden egyéb szabály megtartásával dönteni. Volt itt egy beszerzés eljárás korában, annak esetleges anomáliája okozza a dilemmát. Magam is jelen volt ezeknek a bizottságülésen, illetve kaptam is kritikát, hogy miért nem jelölte meg a pontos összeget, azért mert vannak kérdőjelek a bizonyos tételek kapcsán. Itt most két álláspont körvonalazódik. Egyik, ha röviden összefoglaltam, hogy egy bizonyos tételt kivéve a megjelölt veszteségtartalmakból, ennek kivételével szülessen döntés, hogy a másik, hogy tovább dolgozzunk rajta, és következő alkalommal szülessen ebben döntés. Ez a két alternatíva körvonalazódik előttem. Ha jól értelmezem, ha nem, akkor legyenek kedvesek pontosítani a képviselőtársaim. Jöhet Filajos képviselő úr, ismételten szól. Köszönöm szépen szó, polgármester, akkor két hét múlva tárgyaljuk, és visszavonom a módosítót. Te visszavonod a módosítót. Most akkor két hét múlva, akkor újra tárgyaljuk. Rendben van, akkor eddig így érzékeltem, de ha most visszavontad, akkor tulajdonképpen azt kezd körülbelül, hogy két hét múlva hozzuk vissza az előterjesztést, és további egyeztetés és pontosításra kerüljön sor lehetőség szerint. Látom a dilemmát, látom a aggályokat, látjuk azt is, hogy a vállalkozó munkájával mindenki elégedett, nem is hallottam én sem negatív észrevételeket, a lakosság részéről sem, képviselőtársaim részéről sem, de meg kell találnunk azt a megoldást, ami mindenki számára hosszú távon megfelelő. Ez okozza a dilemmánkat. Jó, akkor tulajdonképpen egy módosítvány volt, hogy térjük vissza a következő alkalommal, addig még dolgozunk ezen a előterjesztést tartom. Jó fogalmaztad? Egy szó. Vagy tegyem szavazást, nem tudom szavazást. Nincs szavazati
variáció, mert a határozati javaslatban nincs összeg megjelölve, tehát anélkül meg teljesen értelmetlen szavazni. Itt most két variáció van, ha úgy kezeljük, hogy több képviselőnek a felvetése egy olyan jellegű módosító nyitvány, hogy most ne szülessen döntés, hanem december 14 vagy 13-án tárgyalja be a képviselőtestület, akkor ez a döntés születik, akkor erről szavazni kell, vagy a másik, ha a polgármester úr visszavonja az előterjesztést, akkor viszont arról nem kell szavazni. Úgy látom, hogy kezd körözni az álláspont. Te kezedben a döntés. Én kezemben a döntés, de képviselőtársaim véleményét meghallgatva, akkor viszont az előterjesztést. Látom, többen bólogatnak, illetve mindenki bólogat, és akkor azt szerint járnunk el, hogy itt elhangzott a megszóló képviselőtársaim részéről, visszavonul ezt az előterjesztést, és tovább dolgozunk rajta, és következő soron következő testületesen visszahozzuk. Ezzel a jelen napjönni pont tárgyalását most ezen formában befejeztük. Soron következik 3P-vel jelölt napjönni pontunk. Előterjesztés a védelmi ellátás átadás átvételre összefüggő döntésről. Keresem, de nem úgy az információ volt, hogy nem tárgyalta a bizottság. No. Akkor tisztelt képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kíván-e valaki kérdezni a felmerült problémával kapcsolatosan. És a kérdésekre akkor igyekszünk választ adni az időközben történések ról szóló tájékoztatás kapcsán. Tessék! Látom, hogy nincs kérdés, vagy egyértelmű a folyamat, vagy erről. Tész, hogy mégis tájékoztatást adni. A szituáció a következő, röviden próbálom összefoglalni. 2023. június 29-én képviselőtestületünk döntés hozott a védőnői feladatellátás átadás átvételével kapcsolatosan, és egy haszonkölcsönszerződés verziót fogadtunk el. Ezt a haszonkölcsönszerződést július elején, ha jól emlékszem, kommunikáció ügyvezetőigazgató úr személyesen vitte el a partnerünkhöz, Debrecenbe, talált. Részünkre ez aláírásra került, úgy, ahogy a képviselőtestület felhatalmazott, és a Debreceni Egyetemi Klinikai Központtól ez azóta nem került aláírásra. Közelmúltban napirendre került a dolog, és időközben még volt egy eszetés, amelyben bizonyos kérdéskörök tisztázásra kerültek. Komolóczi Károly igazgatóra bíztam meg a pénzügyi szakmai részek kérdési tisztázásával, ebben megállapodás született, és elmúlt héten a Klinikai Központ képviselője megjelent önkormányzatnál, és azt kérte, hogy a testület által el nem fogadott, hanem módosított, tehát egy sablonszerződést írjunk alá, azt én természetesen megtagadtam, mert nem erre hatalmazott fel a képviselőtestület, hanem arra, hogy a általunk jóváhagyott haszonkölcsönszerződést írjam alá. Ezért kellett ide most visszahozni ezt a szituációt, tehát maga a védőnői feladatállátás az megtörtént, működik a megfelelő helyszínen, egyelőre a úgymond a dokumentáció nem valósulhatott meg. Magam részéről, ahogy említettem, július elején a testület által jóváhagyott szerződést eljuttattuk a partnerünkhöz. Részéről az eddig nem került aláírásra, és egy másik verziót kér. Azt kéri, hogy ezt vonjuk vissza, illetve egy korábban elénk tárt szerződés tervezetet fogadjunk el. Ezért kellett ezt most idehozni. Engedjék meg, megadjam a szót dr. Komolóczi Károly ügyvezető igazgatónak is, mert a folyamatban ő is aktívan részt vett. Parancsolj!
Köszönöm szépen. Valóban így történt, ahogy polgármester úr elmondta a dolgokat. A klinikai központ, illetve a DAEFI vezetője járt nálunk. Igazából vele mi szóban, illetve van ennek egy írásos nyoma, és megállapodtunk abban, hogy a DAEFI az fogja fizetni a rezsiköltségeket, négyzetméter arányosan a rovarírtást, illetve szükség esetén egyéb ilyen felújítási munkálatokat is, de sajnos addig, míg ez a szerződés nem élő, nem tudjuk kiszámlázni ezeket a dolgokat, tehát már egy fél éve tulajdonképpen úgy használják a helyiségeket, hogy nem fizetik meg a rezsiköltségeket. Hogyha a szerződés bármilyen formában alá lenne írva, akkor mi utólagosan most már jogosultak lennénk kiszámlázni legalább a rezsiköltségeket a DAEFI felé. Tehát azért lehet fontos ez a kérdés. Tehát akkor arra még lesz szólni, hogy az általunk testület által elfogadott haszonkölcsönszerződés tervezethez képest az új, a partnerünk által felajánlott verzió szerint lenne egy egyszerűsített szerződés formát, amely kiegészít egy melléklettel, amely az által említetteket tartalmazta. Ebben egyetlen apró, vagy nem apró részletkérdés volt, amely a kettő között különbség van, erről még részes szólni. A DAEFI ragaszkodik a kizárólagos használathoz, a helyiségek kizárólagos használatához. Mi szerettük volna, hogyha ez nem kizárólagos, ők kizárólagosan szeretnék használni a helyiségeket. Köszönöm szépen. Dr. Nyéki Katona Hedvig kérdezett asszony is szólni kíván, és megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Csak szeretném jelezni a döntés előtt a képviselőknek, hogy pályázattal érintett ez az ingatlan, és ugye a pályázatban az szerepel, tehát nem volt kizárólagosságról akkor szó, és ugye az volt, hogy az ügyelet és a védőnői szolgálat is használja ezeket az ingatlanokat, persze azóta változás történt. Nincs akadálya meghozni a döntést, csak majd figyelni kell arra, hogy akkor a pályázatnál is kezeljük a dolgokat, mert a pályázat jelenleg kizárólagosságot nem tesz lehetővé. A topos pályázatról beszélek. Köszönöm szépen. Bocsánat, akkor most nem szokás, hogy ilyenkor kérdés felelt egymás között, hogyha most a kizárólagosságot úgymond visszavonjuk, akkor ezzel ütközünk a topos szerződésünk tartalmával. Most igen. Ha jól értelmezem, és nem akarom, hogy rossz értelmezése legyen a megállapodásnak. Igen, csak hogy ennek fényében, hogy akkor el kell indulni hát gondolom az irányítóhatósághoz fog ez most már tartozni. Viszont gondolom itt az évvégi zárás miatt nem biztos, hogy az idén választ kapunk erre. Csak azért mondom, hogy utána nehogy valami visszafizetési kötelezettség, vagy valami negatívum érintse bennünket. Mert akkor kizárólag, vagyis nem ezzel a szóval fogalmazok már, tehát a pályázat benyújtásakor, illetve megvalósításánál végig nem volt szó kizárólagosságról, sőt, azzal indokoltuk a pályázatot, hogy az épületeket több mindenki használja. Tehát csak tájékoztatásképpen mondom. Ezen részben most nekem a pályázat tartalmában új információ, viszont a kizárólagosságot egyéb szempontok miatt sem javasoltuk a korábbi döntésünk kapcsán, úgyhogy ez most egy dilemma, hogy elfogadhatjuk-e a partner kezdeményezését, vagy hogy maradunk erre teálláspontnak, viszont ezt ők nem hajlandók aláírni a legutóbbi tárgyalásunk szellemében. Igazgató úr? Törvényességi dolgokra hivatkozott, hogy nekik ezt így kell átadni. Azt mondta, hogy bármilyen helyiséget átadhatunk természetesen, ha az megfelel az elvárásoknak, tehát viszont azt a helyiséget, amit átadunk, hogy őt idézem, azt kizárólagosan szeretnénk használni. Nem a helyiséghez ragaszkodnak, hanem ahhoz, hogy amit mi átadunk, és megfelel a hatóság előírásainak, azt viszont ők kizárólagosan szeretnék erre a célra használni. Adatvédelmi szempontokat mondott, illetve jogszabályokra hivatkozott, de hát ebben én nem vagyok illetékes, hogy ebben állást foglaljak.
Jó, köszönöm szépen. Mivel részben új információ merült fel itt az előző megállapítások kapcsán, 5 perc szünetet javaslok, illetve kérek és rendelek el, és ezt a dilemmát azt tisztázok, aztán folytatjuk a napi rendi pont tárgyalását. Köszönöm szépen. Javaslom, folytassuk a 3P-vel jelzett napirendi tárgyalását, amely előzetes és a védelmiállítás átadás átvételével összefüggő döntésről. Az előzőekben egy új fejlemény merült fel, amire irányított azt, hogy hívta fel a figyelmet. Ennek kapcsán mérlegeltük a helyzetet, és úgy néz ki, hogy a megoldás is megszületik. Megadom a szót tisztelt képviselőtársaim, kívánja valaki véleményezni a korábban elhangzottakat. Markolni dr. Antos Bernard képviselőasszony véleményt kíván megfogalmazni, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Módosító indítványt szeretnék akkor tenni, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki úgy, hogy kizárólagos használatot a TOP 411 kötője 15HB1 kötője 2016 kötője 00011 Püspökladányváros egészségügy alapellátásának fejlesztése nevű topos pályázat fenntartási idejének lejárta után adjuk meg a kizárólagos használatot. És ez legyen rész a kiegészítő szerződésnek, ha jól értelmezem. Jegyző, ez így kezelhető? Kezelhető. Kezelhető. Jó. Én nem értek vele egyet, de kezelhető. Elmondtam azt is, hogy miért. Magyar állam képviseletében egészségügyi alapellátásra veszi át, egészségügyi alapellátás keretében a védőnői szolgált ellátására veszi át, erre köteles használni az ingatlanokat. Az egy más dolog, ha elfogadják, szerencsénk van, és elfogadják ezzel a kiegészítéssel, akkor nyilván aranják a szerződést, de amit a szóbeli megnyilvánulásokon elhangzott, hogy azt mondták, hogy csak ezzel a feltétellel kívánják aláírni, akkor nyilván majd ezzel a később ebben még a képviselőtestületnek foglalkoznia kell. Jó, rendben van. További véleményt javaslat várok, amennyiben kívánok a társaim megnyilvánulni. A határozati javaslathoz kapcsolódó egy módosítványt elhangzott. Kívánják, hogy megismételjék képviselőasszony módosítványát? Nem. Nem kívánják. Akkor módosítványa kiegészített határozati javaslatot teszem szavazásra. Kérem, most szavazzanak. Szavazás eredménye 8 igen, 3 tartózkodás mellett, 11-en vagyunk jelen, mint ahogy korábban bejelentettük. A módosított határozati javaslat tartalom többségi támogatást kapott képviselőtársaim részéről. Ezt a dilemmát fogjuk továbbvinni. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy jó, akkor 5 perc szünetet kérek, vagy rendelek el az átülések előtt, és akkor a televíziós tábját, illetve másokat is elengedjük a tárgyalóteremből, és akkor 5 perc múlva folytatjuk az átülés keretében.